Minden reggel 6-kor kell, alig tud a családjával lenni a karcagi vezető óvónő. 7:30-kor már az óvodában van, ellenőrzi a fertőtlenítést, egyezteti a létszámot és rengeteget telefonál, szervez, hogy minden meglegyen az óvoda működéséhez. Minden nap tele életerővel érkezik Jolika a Kistáncsis óvodába, itt eligazítást tart a munkatársakkal. A többi óvoda vezetőivel online is tartja a kapcsolatot. Mint mondja, a munka nem állt meg, de új gondolkodásmóddal kell a mindennapok elé nézni. Teljesen más a munkahelyzetünk, a munkakörnyezetünk, a munkafeladataink. Március 16-ától átrendeződött minden a naptárban. Március elején már a naptáron be volt írva, be volt ütemezve szinte minden napunk április-május hónapban, hiszen az óvodai életünkben ez egy olyan időszak, amikor tele vagyunk rendezvényekkel, szakmai programokkal, gyermekprogramokkal, évzáró műsorokkal, gyereknapi programokkal, zöld jelesnapi tartalmakkal. És hát ezek március 16-án mind lehúzásra kerültek, hiszen március elején megtartottuk az utolsó rendezvényünket, ami a tehetséges életutak bemutatása volt itt Karcagon, és ezt követően az életünk, a munkánk az átszerveződött abba az irányba, hogy arról gondoskodjunk, hogy az intézményünk működőképes maradjon, tudjuk segíteni, támogatni a szülőket, a családokat abban, hogy ügyeleti rendszerben ellássuk a gyermekeiket, a dolgozóinkat tudjuk megvédeni attól, hogy ebben a járványhelyzetben megfertőződjenek, tudjuk vigyázni rájuk, tudjuk segíteni azokat az intézményeket, ahol a munka sokkal-sokkal több most, mint nálunk. Itt gondolok az idős otthonokra, a szociális otthonokra, a szociális ágazatra, és elsősorban a családokra, akik a óvodáinkba járnak a gyermekeik, úgyhogy teljesen át kellett strukturálni a munkafeladatainkat, és minden napunk e körül forog, hiszen március 16-a óta szinte minden nap jelennek meg olyan jogszabályok, amelyek az intézményi működésre vonatkoznak. Ez is nagyon kiemelt fontos, hogy ezeket azonnal megismerjük, értesüljünk róla. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatójaiban is elhangzanak olyan elvárások, amelyek az óvodai működésben az együttélés szabályait tartalmazzák, amelyeket nekünk feltétlenül kell itt az óvodánkban alkalmazni. És hát ki kellett alakítani azt a rendet, amiben mi is tudunk kapcsolatot tartani egymással, anélkül, hogy veszélyt jelentenénk egymásra nézve, betartva azokat a szabályokat, a távolságtartás szabályait, a maszk használatot, a gyakori kézfertőtlenítést, ami eddig is volt, de nem ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal. Legfájóbb pontjuk ebben az időszakban, hogy nincsenek itt az óvisok. Ezt tudom mondani, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban már most hozzászoktunk valamelyest ahhoz, hogy ami nekünk nagyon nehéz, ez, hogy tartsunk távolságot egymástól, hiszen a kisgyerekek azok, akik a mai napig, ha esténként elmegyek kerékpározni, vagy sétálni, és óvodás gyerekekkel találkozunk, hát futnak oda, és ölelnek, vagy ölelnének bennünket. Hát ez a legnehezebb, azt gondolom nekünk, óvodapedagógusoknak, hogy távolságot tartsunk egymástól is, és a gyerekektől is, de valahol most azt érzem, és azt gondolom, hogy ha ezt sikerült nekünk most az elmúlt hetekben ilyen szépen megtanulnunk, és a napi ritmusunkba bevezetni, akkor ezt most tartsuk fönt egészen addig, amíg ez el nem múlik, és amíg ez a vírus itt lesz közöttünk. Nagyon sajnálják, hogy elmarad az óvis gyermeknap és a ballagás is. Jolika és csapata már a következő óvis évre készül. Folyamatosan írják a pályázatokat, hogy minél tartalmasabbá és családiasabbá varázsolják a kicsik mindennapi életét.